Idén már 8. alkalommal rendezi meg a Halhatatlanok napját a Pesti csapata és az Oikosz Alapítvány. Tisztelek az 56-os Szabadságharcos Pesti és a Kárpát-medencei Összmagyarság antikommunista felkelői hősei előtt. Az idei rendezvényre is látványos műsorral, élő bemutatókkal készülnek. Jönnek a részletek. Kábor. Köszönjük szépen, Húd Gergely, a pestisrácok.hu főszerkesztője a vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Beszéltünk már egy történésszel itt az adásban erről a november 4-éről, amely hát egy gyásznap rendkívüli veszteség érte Magyarországot ezen a napon. De tulajdonképpen nagy harcok kezdete is ez a nap, hiszen az utóvét harcok, azok, akik később mártírokká váltak, azért nem adták fel november 4-én. Tehát, ha jól értem, a halhatatlanok napján az ő szerepükről beszélünk elsősorban. És előttük a szabadságharcosok, a Pestisrácok előtt tisztelgünk, és megköszönjük azt a hihetetlen hőstettet, amely nagyban hozzájárult a rendszerváltozáshoz, ahhoz, hogy most már 35 éve demokratikus választások vannak Magyarországon, majdnem 35 éve. Úgyhogy a november 4-ét egy icipicikét félrehangolták a rendszerváltáskor. Oszt kommunista, posztkommunista, Reform, reformkommunista szemszögből ezen a napon valóban véget ért a forradalom, hiszen százezernyi szovjet katonát vezényeltek az országba, megindultak a főváros felé, hogy leverjék a magyar forradalmat, és minden remény, amely az előző napokban még állt, hiszen volt egy győztes párnapja a magyar szabadságharcosoknak, amikor ugye október végén elhagyták a szovjet erők a fővárost, minden remény szerte foszlott november 4-én, ez igaz. Másfelől viszont attól függetlenül, hogy Nagy Imre például menedékjogot kért ezen a napon a jugoszláv nagykövetségen, hát az igazi legkeményebb szabadságharc ezen a napon kezdődött. Például a Korvin közben Pongrácz Gergely, Wittner Mária, vagy a halhatatlanok napjára is ellátogató Varga János ezen a napon megfogta, felvette a fegyvert, és négy napon áttartották harcos társaikkal a Korvin közt, illetve a környező barikádokat a Nagykörút mentén. Cseppelen 12-ig harcoltak, és majd csak ezt követték a hatalmas tüntetések, amelyeket sortüzek sorával tudott csak vérbe folytani, leverni a visszatérő kollaboráns hatalom szovjet fegyverek árnyékában. Tulajdonképpen egészen januárig a munkástanácsok ellenálltak, nem tudták venni hatalmat, úgyhogy helytelen értelmezés az, hogy november 4-én véget ért a forradalom, tisztelegni azon bátor emberek előtt, akik úgy döntöttek, hogy tovább védik a magyar szabadságot, és harcolnak. Felfigyeltem egy félmondatára, hogy tehát a ma esti rendezvényükön lesznek olyan beszámolók, amelyek a leg, akik a leghitelesebben el tudják mondani, hogy mi is történt ezekben a napokban. Igen, a korábbi években többek között Wittner Mária is velünk volt még, és hát sajnos egyre kevesebb szabadságharcos él már velünk, de Varga János, aki többek szerint a korvinközi Jancsika szobor egyik meghihetője is volt, a Vajdahunyadi utcai csoportnak a utcai csoportnak a harcosa volt, ő onnan védték a korvinközt, majd a Royal Szállónál harcolt, Hát ő például itt lesz velünk, de hát az új generáció, a hagyományőrző Pest és Rácok is megjelennek, mint minden évben. A színpad egy csepel teherautó lesz, Magyar Péterrel ellentétben nekünk bérbeadtak természetesen csepel teherautót, sőt elhozzák a 56-os hagyományőrzők, lesznek sátrak, a hagyományőrző fiatalok bemutatójára is sor kerül, és például ifjabb Csóri Sándor versképek című zenés előadása, kezdődik majd meg 5 órakor a BEM téren ez a rendezvény. Ugye a BEM tér, ez egy kultikus helyszíne az 56-os forradalomnak, itt tört ki, és mi itt szoktuk ezt a megemlékezést évről évre megtartani olyan fellépőkkel Varga János mellett, mint például Zétényi Zsolt, a emlékezetes Zétényi Takácsféle elszámoltatási törvénynek a megalkotója, Hoppál Péter kormánybiztos, mezőgábor Gábor kutató, ott lesz a felszólalók között, és eljön délvidékről, mert hogy most már minden évben a nemzetpolitikai államtitkárság segítségével határon túlról hívunk olyan embereket, akik felidézik azoknak a bátor hősöknek az emlékét, akik a Kárpát-medencében az elszakított területeken védték a magyar szabadságot a kommunista diktatúrával szemben, úgyhogy Szerda Balázs és Kisigor történészek is ott lesznek majd ma a halhatatlanok napján. A Csepelteher autóról szeretnék egy kicsit többet beszélni, ezt mondjuk el a nézőknek, hogy mi is áll le mögött. Egy félmondatos utalást tett már, hogy önök egy valódi, egy eredeti csepel teherautóval tudnak megemlékezni ezen a ma esti eseményen. Hát ennek az lehet talán a magyarázata, hogy ugye az 56-os szervezetek talán önökre úgy tekintenek, hogy nem múlt hét szerdán kezdték el az 56-os történet felkarolását. Így van, tehát például pont Varga Jánosék és a politikai foglyok országos szövetsége, a POFOSZ nagyon keményen tiltakozott az 56-os lyukaszászló kisajátítása ellen, de annak idején Wittner Máriaék is nyilatkozott Hatalmaztak fel bennünket, hogy méltó módon használjuk a Pestisrácok elnevezést az újság nevében. Úgyhogy nyilván ez a részünkről is felelősség, és az átlagosnál is igyekszünk egy picit többet tenni az 56-os hősök méltatásáért, emlékük megőrzéséért, és az új generációknak próbáljuk elmesélni, hogy mitől különleges és egyedi 1956, hiszen a kommunista diktatúrák történetében ilyen nagy kárt, ilyen nagy fejtörést egyetlen forradalom, egyetlen tiltakozás sem váltott ki a szovjet oldalról, mint az 56-os forradalmárok tette, és még csak egy mondat, hogy ugye sokan gondolkodnak, hogy ezért a brutális túlerővel szemben miért vállalták a harcot, a vajúbe reménytelen harcot a is srácok, és ugye ennek az az oka, hogy olyan mértékű mészárlás volt az előző napokban, elég csak október 25-ére a Kossuth sortűzre gondolni, hogy hát nem volt hova hátrálni, egyetlen megoldás volt a szabadságot védeni, és ezek a bátor emberek ezt megtették. Történész vendégünktől is megkérdeztem, öntől is megkérdezem, mert ez egy nagyon fontos szempont november 4-én a gyásznapon megemlíteni, hogy enélkül a nap nélkül, enélkül a vesztes forradalom nélkül nem lett volna Magyarország újkori történetében 89. Tehát ezt sokan alátámasztják sokféleképpen, ez egy ténykérdés. Mit mond önnek ez az állítás? Hát azt, hogy például az ellenzék gyakorlatilag a 60-as évektől köz, kezdve titokban szerveződve mindig 1956 köré építette a tiltakozását. Mindig az volt az igazodási pont, a gyújtópont, amely a teljes eh, akkori demokratikus ellenzéket összefogta. És nem véletlen, hogy 1989-ben ugye éppen Nagyimre újratemetésén hangzott el Orbán Viktornak az a nagyon bátor és legendás beszéde, amelyben követelte, hogy a szovjet katonák hagyják el Magyarországot. Tehát 1956 a magyar rendszerváltás jelvénye és emblémája, és azért mi hisszük, hogy a kommunizmus koporsójába az 56-os szabadságharcosok verték be az első jókora nagyszöget. Magyarországon nem ismertek, már utána annyira kemény diktatúrát kiépíteni, mint a Rákosi diktatúra volt, bár azért itt is sokféle megközelítés van, ne felejtsük el, hogy itt még a 80 es években is lehetett letöltendő börtönbüntetést kapni egy március 15-i felvonulásért, vagy egy a a nyolc tartott csendes megemlékezésért. Milyennek látja most az 56-os események történelmi megítélését, hétköznapi megítélését most 2024-ben az önök, az önök által képviselt szempontrendszer szerint? Nagy harc ment itt a lelkekért, hiszen a posztkommunista hálózat megpróbálta kisajátítani 1956-ot, és úgy beállítani, mint ha az egyfajta reformkommunista cselekedet lett volna, ugye voltak a bizonyos petőfi körök, ahol a kommunizmus megjavításáról vitatkoztak október 23-át megelőzően. Tehát volt egy ilyen olvasatai számunkra, valóban gyásznak november 4, hiszen öm, Nagy Imre menedékjogot kért, a kommunisták elárulták a forradalmat, ugye kiment Moszkvába, és formálisan behívták ugye a szovjet elnyomókat, tehát számukra véget ért, és talán a 2016-os emlékév, az a nagyszabású Schmidt Mária által szervezett emlékév volt az, amely fordulópontot hozott, amikor a fókusz végre a szabadságharcosokra, a pestisrácokra esett, pestisrácok alatt az egész országban felkelő bátrakat értjük, hiszen ők voltak azok, akik, akik mégiscsak fegyverrel a kezükben kiálltak és harcoltak életüket adva a szabadságért, nem feledkezhetünk meg az ő nagyszerű cselekedetükről. Bentér 17 óra, Budapest tehát halhatatlanok napja, a pestisrácok.hu főszerkesztője, Hud Gergely volt a vendégem. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget.